Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Galactic Civilization 3 folytatása, a Retribution kieggel. Lássuk! Oké. Na, kajába jól állunk, legalább valamibe. Ha már nem is mindenben. Ugye két telepet is létre kívánunk hozni. És azt hiszem ő pedig gyárt egy harmadikat, ami majd ide fog jönni. Ha csak addig nem találunk valamit. Valami egyebet. Na, megnézzük, aztán eljövünk ide. Négy kör alatt. Meglátjuk. Jó. Túl jól haladunk. Hogy állunk? Hamarosan azért lesz majd egy. Úgy látom, kell egy új adminisztrátor. Ha akarjuk, ha nem. Viszonylag záros időn belül. Remek. Hát úgy érzem, egy picit haladhatunk az ügyre. Ott Nebula. Ez csak egy nebula végtelenül. Hogy miért abba megy ez a konstruktor, azt ne tőlem kérdezd. Oké. Bla bla bla. Jó. Hát a probléma, hogy ő már létrehozta itt a kolóniáját. Ja, hogy már nincs. Hát akkor azt a cumót az bizony el fogjuk bukni. Ja, hogy nem az, hogy nincs, hanem hogy... Kéne hozzá az extrém kolonizáció. Hát kár, de ez van. Akkor nincs probléma azzal, hogy ez ide jön. Nagyon-nagyon remélem, hogy ezt még be tudjuk húzni a másik népek előtt. Oké, békén hagyja. Akkor viszont összeszedjük. 5 XP. Oké, hogy jó nekem. Lassan azért a
Ide el kéne jönni. Sőt, igazából lassan átadom a automata felderítésnek. Jó, kutatás. Oké, planetológia. Idegen kutatások feldolgozása és mi egyebe. Sőt, ezt inkább oda. Elvileg nagyjából egyformák vagyunk. Pragmatikusak. Oké, mit szeretnél érte? Jó, nem. Nem akarod. Sok minden nem tudunk egymásnak ajánlgatni egyenlőre. Kár. Egyelőre nem. Egyébként hogy állunk anyagilag? Minimális bevétel. És ez majd romlani fog a kolóniákkal, drasztikusan romlani fog. Altar 3. Oké. Bevétel az nem túl sok. Egyébként nem tudom, miért lett ennyivel rosszabb a gazdaságunk, ha egyszer ez pozitív mérleget zár. Azt mondja. Itt tudunk gyártáshoz hozzá segíteni. Oké. Inkább odaépítsük azt a gyárat, majd nagyon lassan. Oké, nyilvánvalóan kedvesek leszünk. Mi ahogy kolónia limittel játszunk, annak nem örülök.
Ez viszont ad plusz egy mozgást és plusz egy kolóniát, és hajógyártásra kapunk. Talán ez, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy melyik a jobb. Oké. Jó. És ez egyértelmű, hogy adminisztrátor lesz. Minek után kell. Több adminisztrátor. Mert különben mínuszos lesz a vége. Ami nem egészséges. No. Hát 4-re föl fogunk nőni pikpak. Ennek bőven pozitív, akkor ezek szerint a... Mi az, ami ilyen marha drága a gazdaságunkban? Ha föltehetjük a kérdést, mert jó, a kolóniák nem olcsók. Ő ingyenes. Egy darab antianyag kéne hozzá összesen. Több bevétel turizmusból. Gondolsz, hogy helyem nincs igazából. Durantium. Illyrium. Nem túl sok bogyóm nincsen egyébként. Roncsok. Jó, nyilván rengeteg minden kéne. Elektra 2. Na, kaptunk antianyagot. Plusz 5% termelés. Ezzel tovább csökkentve a gazdaságunkat, mert mondjuk itt tényleg nincs bevétel. Miért is ilyen problémás? Mondjuk azon túl, hogy gáza. Na, bevétel meg Illyrium, az jól hangzik. És oda mellé tudunk rakni majd egy másik gazdasági intézményt, ami szépen növeli. Drága lesz. De hát úgy látom, ez ennyi. Oké, azért most már erősen mínuszos a
gazdaságunk, ideológiát tudunk növelni, találunk egy 10-es bolygót. Vagy egy csomó kutatás. Jó kérdés, de kutatás. Oké. Jár kereskedelem. Az is megvan egyből. Planetológia. Az is megvan egyből. Oké. Talán ez. Oké. Hogy állunk? Mert ez opció, a plusz egy mozgás. Az azért jól hangzik. Hol van kutatás bónuszunk? Oké, és a ide akkor egy kutatóbontot majd be lehet rakni. Jó, az első gyárat, vagy első farmat azért behúzzuk. Az semmibe nem kerül. Az csak hasznos. No. És akkor remélem ez még esélyes, hogy elsőnek meglegyen. Hanem akkor meg így jártunk. Nem feladatunk, hogy minden tökéletes legyen. Na, az Explorer mindjárt kész. Kutatók küldetés. Vadászat. Haladjunk tovább. Oké. Ja, hogy kaptunk a technológiához egy bónuszt. Egy jó pár bónuszt. De inkább ide jöjjünk. Oké, és még üres, még üres. Most jön az utolsó kritikus kör. Úgy látom, nem lopta el senki. Plusz 10 benevolent, 10% ekonomi, hát nagyon jól hangzik.
Az meglepő, hogy ugyanúgy 10% gazdaságot ad minden esetben. Turisztika. Tetemes bevétel. Úgy vélem, két gyárat ide lecsapunk, és utána meglátjuk majd, hogy mi a helyzet. Na, most már mínusz 5 azért a bevételünk. Már kellően nagy mínuszaink vannak. És akkor építettünk egy bázist. Miért ne? Ez csak pénz. Az meg belefér. Na és akkor itt a befolyásunk elkezd majd kit szaporodni. Oké, vajon itt is ilyen rossz a helyzet? Hát nem túl jó, maradjunk annyiba. Oké, hát ez gyengécske, de működhet. Kéne ide valami morál. Morál bónusz, de nincs. Így hirtelen nyilván nem látok semmit, ami segítene.
Hirtelennyiben nem látok semmit, ami segítene. Azon kívül, hogyha egy celebritást termelünk. Egy kis zseton, de hát attól nem lettem boldogabb. Jó, lassan azért elindulhatsz délnek. Itt abszolút pozitív megítélés van. Szomorkás banda. Na, hát meglátjuk, hogy hogy haladunk. És hogy mi itt a fő probléma. Hogyan lehet itt majd értelmes helyzet. Na, hát nem állunk túl jól, túl fényesen. Attól tartok. És hát biztosan nem jó irányba halad. Bevételt tudsz hozni, hát nem lesz attól jobb. Maradjunk annyiba. No, galaktikus bazár. Felderítő. Másik felderítő. Ez ad némi bevételt, nem biztos, hogy attól előrébb vagyok. Rakétás hajó. Jó. Hát túl sok minden nincsen, van ez a hajó. Na, ez mondjuk vicces lenne. Duplázza influence bevételt. Sok-sok HP, az is valami. Túl sok teteje nincs a legtöbbnek. Most ez a körönként 5 kredit, az meg olyan, hogy yeah. 500 kredit bevételért. Az biztos, hogy ezt akarnám? Nem. No, mindenki boldogabb egy kicsit, helyes. Nem, mintha drasztikusan segítene rajtuk. Na, de van szórakoztatóipar.
600-ba kerül, befizetjük. Úgy érzem. Oké. Ezzel azért előrébb mozdultunk. Na. Hát akkor néhány korai technikát gyorsan kihúzunk. Azt hiszem van egy vagy két kereskedelmi lehetőségünk. Úgyhogy miért ne? Constructor 2. Nem tudom, hogy kell-e. De mondjuk... Durantium meg Illyrium. Mind a kettő hasznos. Illyriumom lesz a felszínről, úgyhogy a Durantiumot mondom egy picit talán hasznosabbnak. Oké. Mondjuk. És mit tudsz venni? Egy Prométeumba kerül, már pedig abból összesen van egyem, ha jól látom. Mondjuk nagyon-nagyon lassan gyártjuk. És akkor még hatékonyabb kultúragyártó. Ami biztos tök hasznos. Na, azt hiszem már ennyi. Kezdünk kialakulni. Félig megvan ez a hiperhajtómű, hiperűrprogram. Lassan-lassan készülnek a cuccok. Most már nem annyira katasztrófa a bolygó. Itt is egy kicsit happy-k. Na, ezek szerint innentől kezdve plusz két morált ad a főváros, ami azért hasznos, hasznos. Kétségtelenül hasznos. Na, folytatjuk innen legközelebb.